fantasy és középkori fesztivál. Szia Villő, mit gondolsz erről a mostani vásárról? Jönnek a kislők, megbabonázva állnak előttem, és a szüleik rángatják el őket, hogy nem, megyünk még egy kört, nem kell neked semmi, és féltik tőlem a kölyköket, mint a tűztől, úgyhogy nem tetszik ez a vásár. Tündérke. Csinálunk mi is egy ilyen feszített pályás kis utacskát. Bajó kert. Sziasztok srácok, mit gondoltok arról, hogy ez egy fantazi és egy történelmi vásár egyszerre? Hogy fér meg szerintetek ez együtt? Én úgy gondoltam a véleményemet, hogy a 21. század eklektikus közegében, mivel a divatunk alapvetően az eklektikán alapszik, minden korszakból kivesszük azt, ami számunkra megfelelő, minden zenéből is összeállítjuk azt a fajta zenét, ami számunkra megfelelő, ez ugyanúgy a középkori vásárokban is megvalósul. Mindenki a középkor és a történelem különböző részeiből azokat a stíluselemeket veszi ki, ami önmagában neki egy egészet alkot. De attól az még nem fantazi, hanem történelmi. Ez pont azért történelmi és fantazi, mert egy korok közötti medlit találsz tulajdonképpen, ami önmagában nem valósulhatott volna meg mindeddig, ameddig el nem értünk addig, hogy ezeket össze tudjuk mosni. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan kompromisszumos megoldás, egy szimbiózis a két stílus között, ami azért jött létre, mert nincs gyakorlatilag akkora közönsége egyik tábornak sem, hogy ezt a két fesztivált esetleg egy városban külön is meg lehet rendezni egymás mellett, úgyhogy ez mondjuk költséghatékony és megvalósítható is legyen, és mivel van nagyon sok azonos vonása a fantasynek és a középkori stílusnak, ezért így tudták a legjobban ezt kivitelezni, hogy egymás mellé rakják kettőt. Szamurájak is vannak. Baljó szamuráj páncél. Középkori fürdő. Este mi is kipróbáltuk.
What do you think of the customers? Great customers, nice customers. We had a lot of French people, German people. We had some nice talks over the weekend. It was great. Thank you.